Idén egy kicsit megkésve tudtak elkezdeni foglalkozni a tavaszi munkákkal a gazdálkodók, jóval később vetettek el, mint a korábbi években. Az egyik oka ennek a nagyon száraz tél, a másik pedig a hűvös tavasz. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, a növények életében nagyon fontos lenne a kiegyenlített hőmérséklet, de még most sem éri el a talaj klímája a megfelelő 10-12 Celsius fokot. Nagyon el vagyunk maradva a vetésekkel, hogyha összehasonlítjuk a tavalyi évvel, akkor a napraforgó vetés szempontjából tavaly ilyenkor már körülbelül a 75%-a a talajba volt a vetőmagnak, most az 50% körül járunk, kukorica vonatkozásában pedig már a fele el kellene, hogy legyen vetve, és ilyen 30-35%-os vetési készültséggel állunk jelenleg. A száraz időjárás miatt a kalászosok és a repce fejtrágyázásával sem érték el a kívánt hatást, hiszen nem volt mi bemossa a növénybe a megfelelő tápanyagot. Sajnos azt látjuk a búzatábláinkon, hogy a bokrosodás az elmarad az elvárthoz képest, bár az áprilisi csapadék hatására azért felüdültek a kalászos gabona tábláink. Szép termést nem igazán ígér az idei év. Én úgy gondolom, hogy egy olyan 25%-os termés kiesés ez a hideg és csapadékszegény időjárás hatására el kell, hogy szenvedjünk. De a szárazság legnagyobb vesztese az őszi káposzta repce. Alacsonyra és kevés elágazással nőttek, így a szakértő szerint közepes mennyiségű és minőségű termésre lehet számítani.